megalakította a sztrájkbizottságot a közoktatásban működő 5 ágazati szakszervezet. Többek között követelik a közalkalmazotti bértábla 20%-os emelését. Közben kiderült az is, hogy nem az unió kényszerítette ki a pedagógus béremelés elhalasztását. A kormány saját elhatározásából döntött erről és az életpályamodell jövő szeptemberi elhalasztásáról. A 2014. januári bevezetés ugyanis már abban a jelentésben is szerepel, amelyet a kormány nemrég Brüsszelnek küldött a tervezett kiadás csökkentő lépésekről. A pedagógus szakszervezet elnöke volt az első, aki a magyar kormány Brüsszelnek küldött jelentésében kiszúrta, hogy a tanárokat átverték. A pedagógus életpályamodell elhalasztását írja itt a 20. oldalon, hogy az életpályamodell 2013. szeptemberi bevezetését 2014. januárra fogják halasztani, és ezért a 2013. szeptember-decemberi hónapra ez egy megtakarítást fog jelenteni. De ezen kívül még az itt leírtak szerint a közszférában továbbra is fennmarad a bérek lefagyasztása. Korábban már többször tüntettek a pedagógusok, többek között az államosítások, a közoktatási törvény, az alacsony bérek és a közszférában várható elbocsátások miatt. Most 22 ezer ember munkahelye van veszélyben. A pedagógusok abban bízhattak, hogy náluk legalább ősszel lesz béremelés. A kormányzat minden esetben cáfolta a mi állításunkat, nem egyszer hazudnak neveztek minket. Azt gondolom, van mind elgondolkodni, megdöbbentő, hogy a kormányzat maga ilyen javaslatot tett, és ezek után én azt gondolom, hogy erről Hoffmann Ruzsának is tudnia kellett, aki még a szerdai napon is cáfolta azt, hogy bármiféle ilyesmi előterjesztés lenne, vagy ilyen terve lenne a kormányzatnak. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács zárt kapuk mögött megtartott mai ülése, ahol a pedagógusok is képviseltették magukat, kudarccal végződött. A kormány nem engedett. A három határozott nemet kaptunk, nem a közszolgálati bértarifák 20%-os emelésére, nem a közszolgálati kafetéria egységes szabályozására, és elutasította a kormány azt a kérésünket is, hogy növeljék meg a közszolgálati illetménytábla illetménytételeit tekintettel arra, hogy közel 60 ezer ember parkol a legmagasabb fizetési osztályokba. Kértük egy 15-ös és egy 16-os fizetési osztály bevezetését. Komolyan kell mérlegelni egy általános, egységes közszolgálati munkabeszüntetés lehetőségét. A közoktatásban működő ágazati szakszervezetek be is jelentették, sztrájkbizottságot alakítanak.